Kedves közönségünk, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István díj átadó ünnepség nagy családját, ugyanis az utóbbi években már mi itt szerintem egy nagy családdá váltunk, mindenki ismer mindenkit, majdnem. Miként a Sári-Sápi Bányász fúvózenekart is ismerjük, és drága Bálint Karnagyot, valamint Fehér László tárogató művészt, aki a mai kitüntetett Kallós Zoltán legkedvesebb dalait játszotta el nekünk tárogatón. Vagy hát ezek közül néhányat, hiszen Kallós Zoltán népdal ismerete, azt gondolom, hogy nem ismer határokat. Nos, egyetlen szomorú hírem van mára, mégpedig az, hogy Kallós Zoltán egészségi állapota miatt a messzi válaszútról nem tudott ide eljönni. Sajnos, de hát személyesen, ha nem nincs is itt, akkor lélekben biztos velünk van, és majd mondom, hogy azért személyesen is megkapja a Szent István díjat, ha nem is máma. Ezen a történelmi helyszínen, és nem csak Esztergomra gondolok, hanem erre az épületre is, idén már 14. alkalommal adjuk át a Szent István díjat. Köszönet ezért Rezikató Gábor igazgató úrnak, hogy ez alkalommal is befogadta ezt a társaságot. És akkor... És akkor, hogy tovább ismerkedjen mindenki mindenkivel, tisztelettel köszöntöm Schmidt Pál korábbi köztársasági elnök urat. Én ugyan még Rétvári Bencét nem látom itt, de remélem, hogy megérkezik hamar. Őt is tisztelettel köszöntjük és várjuk. Dr. Völner Pál államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét. Kerényi Imre, miniszterelnöki biztos urat. Nem fogok mindenkit tudni észrevenni, egyrészt, mert a szemembe sütnek a lámpák, másrészt meg ugye egy kicsit nehéz a közönség soraiból is meglátni, hogy ki jött el és ki nem, de mindesetre, akiket mondok, azokra nagyon számítottunk. Román Kovászki urat, Lengyelország nagykövetét, valamint a lengyelországi Opoléból érkezett barátainkat. Szeretettel üdvözöljük felvidéki nemzettestvéreinket, köztük Csáki Pál európai parlamenti képviselőt. Farkas Iván urat, a Magyar Közösség pártjának alelnökét. És természetesen nagy szeretettel köszöntjük a Szent István díj korábbi kitüntetettjeit, illetve az őket képviselő hozzátartozókat. Úgy is, mint Tőkés László püspök urat, európai parlamenti képviselőt. Bittner Máriát, akinek rengeteg dolga van most a 60. évforduló kapcsán. Dr. Béres Józsefet és Klára asszonyt. Örülünk, hogy eljött Nemeskürti Harriett, a nemzettanárának lánya. Valamint híreink szerint ifjabb Buzánszki Jenő és dr. Posgai Csilla. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük Tamás Juditot, és köszönjük neki, hogy a 104 esztendős koráig megőrizte nekünk Tamás Ilonka tanítónőt. Aki nemrég hunyt el. Üdvözöljük dr. Lomnici Zoltán urat, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét. Ki ne hagyjam, nincs itt Melokkó Miklós, de azt talán már mondanom sem kell, hogy a Szent István díj alkotója ő, és azt hiszem, hogy ő is most már megfontolja, hogy hányszor és hogy a hová mozdul ki naponta, annyi dolga lenne. Szeretettel köszöntjük Boráros Imre Kossuth díjas színművészt, a nagyon elfoglalt, és erről mindig újságokban értesülök, Kozma Imre atyát, a megyegyűlés képviseletében Steindl Balázs alelnök, a kormányhivatal részéről Horváth Szeder Gábor tisztelte meg rendezvényünket jelenlétével, és a közönség soraiban üdvözölhetjük Farkas Gábor ezredes urat, megyei rendőrfőkapitányt,
nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatal, és Debreceni István alezredes urat, Esztergom rendőrkapitányát. A biztonság tehát már megvan. Már csak azért is, mert itt van köztünk Németi László és Stolzenberger Tibor tűzoltó ezredesek is. Szeretettel köszöntöm dr. Nagy László rendi kormányzót. És végül, de természetesen nem utolsó sorban, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az ünnepeltet Kallós Zoltánt, akinek képviseletében Balázs Bécsi Gyöngyi, a Kallós Zoltán Alapítvány elnöke jött el Esztergomba a mezőségi válaszútról. Kallós Zoltán bizonyára örülne, és ha majd megtudja, akkor biztos vagyok benne, hogy örül is annak, hogy az elszakított területekről és kis Magyarországról is sokan érkeztek ide az ő kedvéért. Hogy csak néhány példát mondjak, Szabó Jenő Párkányból, Farkas Iván Muzsláról, Víg Gábor Szőgyénről, Elczer János Garamkövesdről, Görman József Kéméndről, Pásztor Rita Kicsindről, Gubacsi Gyula Fülöp Szállás polgármestere, Tát, Kesztölc és Dudar korábbi polgármesterei, Bánhidi László Esztergom és Szablák Kornélia Párkány alpolgármestere, valamint a képviselőtestület tagjai, és még sokan a határainkon túlról. Szóval kérem szépen, ez ez egy kis földrajzlecke volt a középiskolás tananyag ismertetése. És itt vannak környékünk büszkeségei is, a Szent István díj korábbi emlékérmesei, dr. Szekeres József, a Rosenberg Hungária igazgatója, Dániel Erzsébet etnográfus, dr. Gyurkovics Sándor, volt közlekedési, hírközlési és vízügyi államtitkár, dr. Urbán László, a Magyar Suzuki vezérigazgató helyettese, és Sinkó Gyula, nyugalmazott iskola igazgató. Mint tudjuk, a Szent István díj érmet olyan környékbeli személyek kapják, akik a helyi közösség érdekében nagyon sokat tevékenykedtek. Ez az emlékérem, miként egyébként a díj is, a körzeti televízió díja, melyet szintén Bihari Antal alapított és terveztetett. Az érem egyik oldalán egyébként a Szent István díj maga látható, melyet szintén Bihari Antal talált ki, a másikon a körzeti tévé logója látható. Most az emlékérem átadására kerül sor, ugye hagyományosan ezzel kezdjük ünnepségünket. Felkérem Farkas Iván urat, a Magyar Közösség Pártjának alelnökét, Muzsla község polgármesterét, hogy ismertesse velünk az oklevél szövegét, és adja át az emlékérmet Lábik János Párkányi Pro Urbe díjas festőművésznek. Tiszteletek begyűltek, hölgyeim és uraim! Lábik János autodidakta festő, 1933-ban született Párkányban. A mester tehát betöltötte ebben az évben 83. életévét. Az általános és középiskoláit Párkányban, illetve Esztergomban végezte. 1957-től mind dekoratőrként dolgozott Párkányban. 1979-től Párkányban a képzőművészeti szakkört vezette, és ő szervezte meg a piktoroknak a csoportosulását és szakkörét. 1982-ben Párkányban a tevékenysége ezzel ugye elkezdődött, kezdeményezte a Párkányi Városi Galéria létrehozását, amelynek 1989-ben alapító tagja lett. Művészi tevékenységét meghatározta a szülőföldjét átszelő három folyó, tágabb értelemben a szülőföldje, ahol a mester él és alkot. Realisztikus felfogású tájképeket festett, majd a 90-es évektől kompozíciói elvontabbak lettek. Megfestette a Dunatájat, a Garam mentét, az Ipoly mentét. Tagja a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társulásának és a Szlovák Képzőművészeti Uniónak. Könyvillusztrációi, Mióta van eszük az állatoknak, 1999-ből,
illetve a fő művének tekinthető a Nap leánya 2x2-ből. A válogatott egyéni tárlatai voltak 1981-ben Dunaszerdahelyen, 1983-ban Esztergomban, illetve Párkányban, 1995-ben Párkányban, Ipolyságon, 1996-ban Tatán, 1998-ban újra csak Párkányban és Esztergomban, 1999-ben Dunaszerdahelyen, 2003-ban Ipolyságon és Esztergomban, és végül 2005-ben Párkányban. 1954 óta több mint 80 egyéni és több mint 100 csoportos kiállítása volt a mesternek. Számos alkalommal vett részt a zebegényi művésztelepen, Lábik János aktív tagja volt tehát a művészeti életnek itt a régiónkban és a tágabb környékünkön. A művei, festményei megtalálhatók közgyűjteményekben, valamint köztereken. Szeptember 30-án a Muzslai Községi Könyvtárban kerül bemutatásra a mester legújabb kiadványa, a Párkányi Képzőműeszkörről. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk községünkbe szeptember 30-án erre a rendezvényre, a Községi Könyvtárba. Művészi tevékenységért 1999-ben Párkányváros legmagasabb szintű kitüntetését, a Pro Urbe díjat kapta. Meggyőződésem, hogy a Szent István emlékére méltó kezekbe kerül, a mester művészi tevékenységével kiérdemelte, hogy a rangos kitüntetést átvegye. És engedjék meg, kérem, hogy a kuratórium nevében felolvassam a díjat. Díszoklevél. Lábik János Párkányi Pro Urbe díjas úrnak, Esztergom és Párkány városok művészeti kapcsolatainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért, a Szent István díj és a körzeti televízió működésének elősegítéséért Szent István díj emlékérmet adományoz a Szent István díj alapítvány kuratóriuma. Kelt Esztergomban 2016. szeptember 17-én. Pedig szeretnék mindenkit megkérni, hogy Zoli bácsi tiszteletére énekeljük el az egyik kedvenc nótáját. Biztos nagyon örülne, hogyha hallaná, vagy ha majd hallani fogja, hogy mennyien tudjuk ezt együtt énekelni. Fordulj, kedves lovam, napszentület felé. Három verszakkal.
Fordulj, kedves lovam, napszent ülád felé, s úgy se jövünk többet soha visszafelé. Messze földre megyek, elbújdosom innen, szép szülőhazámat nem láthatom többet. Idegen országba, idegen emberek, járok az utcákon, senkit nem ismerek, szólanék hozzájuk, de ők nem értenek. Ezen az én szívem, de nagyon kesereg. Fú, de jó szív, fú, de hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, fakuló. Jó a viselete, áldja meg az Isten, aki fölnevelte. Jó ló volt a fakó, jó a viselete, áldja meg az Isten, aki fölnevelte. Nagyon szépen köszönöm. Török Tilla junior prima díjas művésztanárt hallották, aki egyébként éppen amerikai turnéjáról érkezett, sok dolga van mostanában, nemrég Kazahsztánban képviselte a magyarokat. Maradunk a muzsikánál Pálmai Árpád vezényletével, a helybéli, tehát esztergomi Ferences Gimnázium diákkórusa következik. Ó, Szent István, dicsértessél, menj és földön tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat, Szent István, nézd mennyből le. A szép magyar népedre, boldogságos szűzanyánknak, mint magyarok asszonyának, felajáltat hazánkat, szenteltet koronánkat.
Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat. Szent István, nézd mennyből le, a szép magyar népedre. Azért is háladással, ünnepi nagy vigassággal, mi együtt emlékezzünk, szívünkből örvendezzünk. Kérünk, mint apostolunkat, és az első királyunkat. Szent István, nézd mennyből le, a szép magyar népedre. Válaszúti hegy aljában, eltörött a lovam lába. Gyere, rózsám, fizesd meg a károm, úgyis te leszel a párom. Gyere, rózsám, fizesd meg a károm, úgyis te leszel a párom. Erre gyere, ne menj arra, jobb út van erre, mint arra. Erre gyere, szívemnek a párja, adj egy csókot utoljára. Erre gyere, szívemnek a párja, adj egy csókot utoljára. Páros csókot nem adhatok, nem a te szeretőd vagyok. Páros csókot csak is annak adok, kinek szeretője vagyok. Páros csókot csak is annak adok, kinek szeretője vagyok. Ha a felvidék felől közeledünk Esztergom irányába, különösen jól láthatjuk azt a feliratot, hogy quaes ursum sunt querite, az odafönt valókat keressétek. A most következő ének erre hívja fel a mi figyelmünket, hogy az odafönt valókat érdemes igazán keresni itt a földön, ám közben itt embertársaink között példaképekre van szükségünk, így például Zoli bácsikra is. Hála érte! Ez az ének abból a korból való, amikor Magyarországon először itt Esztergomban telepedtek le a ferencesek, itt Esztergomban, még a rendalapító Szent István életében, az 1200-as évek eleje felé. Alve sancte pater, patri lux forma, virtutis speculum rectivia regulam horum. Carnis ab exilio ductus ad re, Szent Ferenchez kapcsolódik a következő ének, melyet nem más, mint az 1600-as években Csíksomjón szolgálatot teljesítő, szintén ferences, Kájoni János könyvében találhatunk, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Az a parafrázis, Zsoltár parafrázis arra szólít fel minket,
hogy mindig mindenért hálát tudjunk adni a jó Istennek. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsom, kedvetlen boldogságban vagytok megújult állapotban, az Úrnak nevét ének szóval, ott dicsérjétek igazságban, ott dicsérjétek igazságban. Megújult tavasszal hangos éneklő madarak, szép új énekekkel áldjátok nevét az Úrnak, kis filemi lelki torkának az rekedések nem árthatnak. Nyújtsd dicséretet az nagy Úrnak, nyújtsd dicséretet az nagy Úrnak. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hála hallás, ilyen örök magasztalás, kiben soha nincsen változás, vagy ígérettől meghanyatlás, tőle fejünkre szálljon áldás, tőle fejünkre szálljon áldás. Isten áldja meg a magyar, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában, éljen örök boldogságban, éljen örök boldogságban. Töltse békében napjait, egyezve lássa fiait, tatár török más ellenség, minket meg ne rendítessék, minket meg ne rendítessék. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Azt hiszem, amíg ilyen művésztanárok vannak, mint Török Tilla és Pálmai Árpád, nem lehet nagyon sok baj. Hát most a Szent István díj képletes átadása következik. Ugye említettük, hogy sajnos Kalló Zoltán személyesen itt most nem lehet jelen. Bemutatom a kuratórium tagjait, jelenlévő tagokat, akiknek a döntése értelmében 2016-ban Kalló Zoltán tanár, néprajzkutató kapja a Szent István díjat. Nos, Jankovics Marcell, Kossuth és Balázs Béla díjas rajzfilmrendező, a kuratórium elnöke. Dr. Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök, ő igazoltan Rómában van távol. Dr. Horváth István, a Balassa Múzeum nyugalmazott igazgatója. Dr. Prokop Mária, művészettörténész professzor. Kápolnai Dezső, a Richter RT Dorogi gyárának volt igazgatója, nem tudott most eljönni.
Mondanom sem kell, hogy Bihari Antal alapító, a körzeti televízió stúdió vezetője. És a kuratórium két külsős tagja, dr. Völner Pál államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, ugyebár, és Romana Ketelka, Esztergom polgármestere, aki más elfoglaltsága miatt ma nem tud velünk lenni. Most pedig felkérem dr. Rétvári Bence, miniszterhelyettes urat, hogy méltassa Kallós Zoltánt, a nemzetművészét, néprajztudóst, népzenegyűjtőt, és majd természetesen Jankovics Marcell tovább celebrálja a misét. Tisztelt elnök urak, képviselő úr, hölgyeim és uraim! Igazából kicsit izgulva jöttem ide, mert édesanyámmal beszéltem reggel, és mondta, hogy egy ilyen nagysággal találkozó fiam, akkor becsüld meg magad, úgyhogy készültem nagyon erre a találkozóra. Előbb-utóbb bízom benne, hogy összejön, de ő is mondta, hogy az ő generációjának, meg hát az utána következő generációknak is mekkora ikon Kallós Zoltán. Kallós Zoltán egy identitásképző személyiség, korunk Bartók Bélája, Kodály Zoltánja, vagy éppen Lajta Lászlója. Egy olyan értékőrző, összegyűjtő ember, akinek életútja, pályának stációi példát jelentenek, hogy a 21. századi magyar emberként mit tehetünk a hazánkért. A 19. század ipari forradalom hatására, a 20. századi városiasodás folyamatában apáink, dédapáink, nagyapáink generációja kezdte elveszíteni azt a világot, ami az identitásunknak, a közös magyar nemzeti identitásunknak a gyökere. Kalotaszegen is, a mezőségben, a Gyimes vidékén, talán még Moldvában is, az Alföldön, az Ormánságban és szerte a Kárpát-medencében kidobták a régi bútorokat, a hímes festett kazettákat barnára festették, kivetkőztek a viseletből, és lassan-lassan már csak a szülők, a nagymamák énekelték azokat az énekeket, azokat a dalokat, amelyet generációról generációra, évezredes távlatnál hosszabb ideje tudott és birtokolt minden magyar. Andrásfalvi Bertalannal, Martin Györggyel egy olyan hármast alkotott, akiknek az értékőrző hatása beoltott egy teljes generációt. Akkor, amikor már mindenki azt hitte, hogy ezek a tradíciók egy letűnt korszak maradványai, amelyet már csak néprajzi múzeumokban és kanzenekben lehet majd látni, ők azt mondták, ez így nem lehet. Újra tanították a táncokat, a táncház mozgalom itt jelenlévő nagy öregjeivel ezt az életformát, ezt az életérzést, ami kultúránkat újabb generációknak adták át a 70-es évektől kezdve. És a folklórkutató, az etnográfus, a népzenegyűjtő, a tanító munkássága kiegészült az írás, a közreadás fontos tevékenységével, hiszen nem csak összegyűjtenünk kell, megőriznünk kell, hanem tovább kell is adnunk, tovább is kell adnunk. Mindannyian hálásak lehetünk azért, hogy ez a szenvedélyes gyűjtőmunka, amit Kallós Zoltán kifejtett az elmúlt 7 évtizedben, ennek a személyes gyűjtőmunkának a következtében olyan enteriőröket láthat a nagyközönség, amit az ő adományából szemlélhetünk meg magyar múzeumokban, köztük kiemelten a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, de a pécsi Janus Pannonius Múzeumban, és most már az elmúlt egy évtizedben a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban is találkozhatunk Kallós gyűjtésével. De végigjárva azt a néhány szobát a Kallós Alapítvány kúriájában, láthatjuk, hogy az eladományozott teljes enteriőrök, teljes szobák nyomában újak és újak nyílnak, hiszen egészen fantasztikus például a kalotaszegi szoba, akár csak azok a tárgyi emlékek, amelyek minden kétséget kizáróan a legmagasabb kvalitás és minőség szintjét képviselik. Ahogy Kallós Zoltán fogalmazott, hogyha a táncainkat, az énekeinket, a meséinket, az imádságainkat hagyjuk feledni, és nem adjuk tovább a gyermekeinknek, akkor az lesz az a pillanat, amikor már nem leszünk magyarok. Reméljük, ez a pillanat soha nem következik be. Adja Isten, hogy Kallós Zoltán munkássága, tevékenysége, életvállalása, értékőrzése és érték továbbadása legyen egy olyan felkiáltójel a 21. század magyarsága számára, amely szent kötelességünké teszi, hogy ezeket az alapkompetenciákat, a magyar életérzés velejáróit őrizzük és továbbvigyük.
Ápolnunk nem kell, mert nem beteg. Kalózs Zoltán sohasem mások ellen, mindig csak a magyarságért, a nemzeti megmaradásért dolgozott. Elfedettnek hit szellemi tartományokat hódított meg újra, és tartott meg közös emlékezetünkben. Olyan tartományokat, amelyeket mindörökre eltakart volna különben a feledés homálya. És itt egy Kallós Zoltán idézetet hadd mondjak önöknek. Én már megmaradok egyszerű mezőségi magyar embernek. Vallottam, és ma is vallom. Mindannyiunk kötelessége az őseinktől átörökölt hagyományokat éltetni, és továbbadni a következő nemzedéknek. Ezt a munkát csak hittel, odaadással és önzetlenül lehet végezni. Addig leszünk magyarok, míg magyarul éneklünk és magyarul táncolunk. Idáig az idézet. Kallós az évtizedek során körülbelül 14 ezer tétel magyar és kisebb mértékben román és cigány dalt, muzsikát gyűjtött össze. Nagy sikert aratott gyűjteménye a Balladák könyve. Tartalmával, amely 259 ballada és további 8 ballada meseváltozata, a leggazdagabb magyar ballada gyűjtemények egyike, mennyiség értékét pedig megsokszorozza a minősége, 4 néprajzilag jelentős táj ballada költészetének újabb termésével együtt a feledésre ítélt archaikus típusokat és változatokat mentette meg a művelődés számára, jó részt dallamokkal együtt. Példaértékű a Kallós Zoltán által 1992-ben létrehozott alapítvány, mely Erdényben a Kolozs megyei válaszúton szorványkollégiumot tart fenn, bentlakásos rendszerben, ahol ezek a gyermekek az anyaországi fiatalokkal közösen megismerhetik a népi kultúrát, a mesterségeken, a néptáncon és a népdalokon keresztül. Élete során sokáig hatóságok által üldözött és megfigyelt Kallós Zoltán a rendszerváltás után megkapta a Kossuth-díjat, megkapta a Korvin-láncot, megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjét, és a Magyar Művészeti Akadémiának is rendes tagja. Kallós Zoltán sok nemzedék számára, az én nemzedékem számára is az iránymutató nagymesterek egyike lett, számtalan ember horizontja szélesedett ki általa. Kallós már az egymást követő nemzedékeket is összeköti. Ahogy Ablonci László fia, Ablonci Bálint is említi, Kallós Zoltán 1972-ben egy csángó népdal soraival ajánlotta édesapámnak a Balladák könyvét. Ugyanezt a kötetet 40 évvel később nekem is dedikálta. Így köti tehát össze a nemzedékeket. Őrizzük és vigyük tovább, amit Kallós Zoltánnak fontos volt megőrizni, mert ez a milyen kis. Isten áldja és őrizze meg nekünk Kallós Zoltánt, és innen is gratulálunk neki az elismeréshez. Tisztelt karok és rendek, kedves barátaim! Nem fogok hosszú beszédet mondani, erre még a héten sor fog kerülni, ugyanis ez a hármas ünnep, ezen a héten Kallós Zoltán a kiállítással nyílt csütörtökön Dunaújvárosban, és holnap pedig a Szent Imre templomban a Villányi úton az alapítványnak koncertje, szóló alapítvány és szóló koncert fog elhangzani a Misztrál együttes játszásában és az én bevezető szavaimmal, akkor majd egy kicsit bővebben szólnék. Azért mondanék egy gondolatot mindenképpen. Az ember elmegy válaszútra, én jártam ott természetesen, mindaddig, amíg nem lép be abba az épület együttesbe, amit Kallós Zoltán képvisel, addig nem tudja, hogy mit jelent az, hogy válaszút. Ő megmutatta nekünk a válaszutat, tessék azt az utat követni. És most pedig felolvasnám azt a díszoklevelet, amelyet az alapítvány az ő számára adott. Az Esztergom város polgárai által 2001 évben alapított Szent Istvándi Alapítvány kuratóriuma a városban és környékén lakó polgárok, valamint az alapítvány támogatói körében végzett közvéleménykutatás eredménye alapján kiemelkedő és példaértékű közéleti tevékenységért Kallós Zoltán népzenekutató, iskola alapító, közösségépítő úrnak ítélte oda a Szent István díjat. Melókó Miklós Kossuth díjas szobrászművész, Szent István királyt ábrázoló kis plasztikáját Kelt Esztergomban 2016. szeptember 17-én. Azt szeretném még hozzátenni, hogyha Nemeskürti István a nemzet tanára volt és van, és hogyha
Ha Csóri Sándor a nemzet lelkiismerete, akkor Kallós Zoltán az élő nemzeti hagyomány élő megőrzője és útmutatója. Köszönöm szépen. Tessék fölfáradni. Alapítvány elnök asszonya. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Zoli bácsi lélekben itt van velünk, úgy engedett útra, hogy azt mondta, hogy én nem tudok eljönni, de te képviseljél engem. És az, amit üzen önöknek, azt, hogy szeretettel várja mindannyiukat válaszútra, hiszen az, amit Zoli bácsi összegyűjtött, azt az értéket, azt a tárgyi szellemi értéket, azt igazán csak válaszúton lehet megérezni akkor, amikor a múzeumban az ember végigjár, és utána pedig bemegy a kollégiumba, és meglátja azokat a tiszta tekintetű gyerekeket, akik azon az értéken nőnek fel nap, mint nap, amit Zoli bácsi számukra összegyűjtött. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, Zoli bácsi is nagyon szépen köszöni ezt a díjat, hiszen munkásságával nemzetet tart össze, és azokat az értékeket mutatja meg úgy Erdélyben, mint határon túl, ami mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos. Azzal, hogy mi a Szorvány Kollégiumban anyanyelvet ápolunk, hát nem is ápolunk igazán, anyanyelvet tanítunk, megtartjuk a magyar gyermekeinket, és átadjuk azokat az értékeket, ami a magyar kultúrához tartozik. Szerintem az a legnagyobb dolga és felelőssége mindenkinek, hogy a magyar nyelv és a magyar kultúra az apró gyerekekhez úgy jusson hozzá, hogy magukévá, tehát magukénak érezzék, és büszkék legyenek arra, hogy magyarok. Én úgy gondolom, hogy az, aki válaszúton megfordult, és Zoli bácsival találkozott, vagy a táborokba eljött hozzánk, az úgy ment el válaszútról, hogy hosszú-hosszú ideig olyan lelki feltöltődést és olyan gyökereket ismert meg, amit egész életében magával hordoz. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Zoli bácsi nevében is a díjat. Zoli bácsi a Szent István díj alapítvány nevében, nagyon sajnáljuk akkor, hogy nem tetszett ott lenni, fogadja tőlünk szeretettel Melokkon Miklós szobrászművész alkotását, egy Szent Istvánt ábrázoló bronz kis plasztikát. Van súlya. Köszönöm az esztergomiaknak, hogy rám gondoltak. Nagy megtiszteltetés számomra, sajnos öregségem és a betegségem miatt nem tudtam elmenni személyesen. Köszönöm, hogy ide fáradtak, és elhozták ezt a kitüntetést számomra ide válaszútra. Kedves közönségünk, a mai ünnepre a történelmi Magyarország több ezer települések közül annak a hat településnek a viseletét hoztuk el, akik joggal ezt a viseletet a sajátjuknak tekintik. Ez pedig a Kurtaszoknya és a hat település, Bart, Bény, Kőhídgyarmat, Kisgyarmat, Garampáld és Kéményd.
első ránézésre úgy néz ki, hogy a viseletünk a hatfalujé egyforma, de vannak apró különbségek, és e apró különbségektől különböztették meg a legények annak idején, hogy a lány melyik faluból származik. Most mielőtt bemutatnám a viseletet, tisztelettel felkérem azokat a személyeket, akik ma itt népviseletben vannak jelen, hogy a népviselet bemutató alatt legyenek szívesek és álljanak föl. A mai napon a történelmi Magyarország 1910-es éveinek kéméndi újmenyecske viseletét fogom bemutatni. Az ing gyolcsból készült, melyet fodorral díszítettek. Körülkötötték dísznek a karját a menyecskének szalaggal, amit karravalónak nevezünk. Az ingre fölkerül a pruszlik. A pruszlikon van egy hurka, amit pofándlinak hívunk, itt lent a csípőn, és erre kerülnek föl az alsó szoknyák. Az 1910-es években 6-7 alsó szoknyát viseltek az asszonyok, és amik posztóból és bársonyból készültek, a mostani menyecskén 3 ilyen alsó szoknya van, melynek az alja zöld szallaggal van beszegve. 1910-es években ezt zöld posztóval szekték be, melyet kézzel vartak körbe. El tudjuk képzelni, hogyha 6-7 alsó szoknyának az alját körbe kellett szegni zöld posztóval. Látni a zöldet. Na most ez szerint is meg tudták a legények a kéméndi lányt a többitől különböztetni, mert csak is kéménden viseltek zöld aljú szoknyákat, a többi faluba fehér csipkével szegettet. Ma már viselik a kémendiek is a színpadon, de az eredeti a zölddel szegett alsó szoknya. Az alsó szoknyákra fölkerül a vastag selyemből készült szoknya, melyre fölkerül a kötény, amely körbe takarja a vastag selyem szoknyát, és ezt körülköténynek, de nálunk kéménden, kéméngyiesen körülköténynek nevezik. A csípőt körbe kötik szallaggal, amely elől maslira kötődik, és ezt pedig elibevalónak nevezik. A pruszlikra fölkerül a selyemnyakra való. Ez a selyemnyakra való szintén eredeti, picit később, ez már Trianon utáni, az 1920-as évekből való, mégpedig Kemény Marcella tulajdona volt. A selyemnyakra valót hátul szallaggal, hímzett szallaggal díszít, tették, és ma is díszítjük, ezt nevezik farravalónak. Ugyanis minden egyes ruhadarabnak, minden egyes szallagnak megvolt a neve, és ma is őrizzük ezeket a neveket. A nyakat, az újasszonynak a nyakát ezüstgyöngy díszíti. Ez ilyen lapos ezüst kockákból készült gyöngy. Ez viszont 1910-es évekből való, és Dávid Gizellának készült. Megőrizte a család a mai kornak. Viseletünk szoros tartozéka a ráncos torkú, csörgős, csikorgós, forgatós piros csizma. Biztos a néprajzosok tudják, hogy miért forgatós.
Azért forgatóst, mert amikor a csizmadia megvarta, az úgy volt elkészítve, hogy bármelyik lábra lehetett viselni. Aztán később, amikor már hosszabb ideig viselte a nagylány vagy az újasszony, akkor azért már meg lehetett különböztetni, hogy melyik a bal láb, melyik a jobb láb, de igen, újkorában a forgatós csizma mindkét lábra fölhúzható volt. Ezt a csizmát már az eredetiek már olyan állapotban vannak, hogy csak nézegetni tudjuk, és a tájházba bemutatni. Ez a csizma az 1990-es évekbe készült, és az utolsó csizmadia, aki a kurtaszoknyás falvakba varta a csizmákat, a Nyevigyánszky Lajos bácsi készítette, ő már sajnos nincs közöttünk, és így a piros csizmákat kénytelenek vagyunk Budapesten varratni. Most pedig picit szólnék a új menyecskének a kontyolásáról. Az új menyecskét úgy, mint a mai időkben is van, kontyolásnak mondták, amikor levették a koszorút a fejéről, és fölfésülték a haját konyba. Ez az aranyos konty, amit itt láthatunk, eredeti. Ez 1905-ben készült, mégpedig Baranyai Ilona részére, aki 1905. február 20-án ment férjhez, Kurupec Péterhez. A kontyot az édesanyja készítette, Baranyai Péterné, Móci Ágnes, úgyhogy ez egy féltve őrzött családi örökség. A hajat pedig a fölfésülés után a konty előtt egy ilyen fehér tül fodorral takarták le, amit pintlinek nevezünk. Még pár szót szólnék a néphagyományról, a kurtaszoknya történetéről. A néphagyomány szerint ez a török hódoltság idejére datálható, mondható, amikor a megszállott területek török basájának megtetszettek az ott élő lányok és menyecskék, és parancsba adta, hogy kurtítsák meg szoknyáikat, hogy többet lehessen látni bájaikból. No, az akkori lányok és asszonyok is már nagyon ügyesek és huncutok voltak, szót fogadtak. A szoknyáikat megkurtították, de a szoknyákat a derékról letették a csípőre. Tehát amennyit elvettek a szoknyákból, annyit meghosszabbítottak a derékon, és továbbra sem mutogatták a törökbasának bájaikat. Ennyit szerettem volna röviden a kurtaszoknyáról bemutatni, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük Zoli bácsit, és mégpedig egy rövid tánccal köszöntik őt Kéményd apró táncosai, fogadják őket szeretettel, és Zoli bácsinak is kívánunk nagyon jó egészséget, és derűs jó kedvet, és fogadja ő is szeretettel a mi kis táncosainkat. Köszönöm szépen! A bocsánat, úgy kö, a bocsánat.
csodálatos, kedves feleségem, zöld a ripa, zöld a celler, zöld a petrezsíje. Te vagy az én drága, látos, kedves feleségem, úgyi, hogy igaz, te vagy az igaz. Úgyi, hogy igaz, te vagy az igaz. Így kő, a bocsánat, úgy kő, a bocsánat, úgy kő. Így kő, a bocsánat. A bemutatót egyébként Baranyai Anna Ilona tartotta, és akin ez a muzeális értékű szép ruha volt, ő Szelecki Mónika volt, ő énekelt, és annyit tudok még két csöpségről, hogy egyikük a fiú, az Baranyai Anna Ilonának az unokája. Végül, kedves közönségünk, szeretnék önöknek egy kezdeményezésről beszámolni, méghozzá azzal a hátsó szándékkal, hogy vigyék hírét annak, amit mondok. Nos, amikor Walesa elnök kitüntetése után voltunk, az alapítónak, Bihari Antalnak az a gondolata támadt, hogy kellene egy saját székház. Mégpedig egy olyan élő épület, egy több célú intézmény, amely egy 300-500 fő befogadására alkalmas teret is tartalmaz, és ott kialakításra kerülne sok minden ebben a házban. A volt díjazottak és az e-körhöz kapcsolódó személyek különleges tárgyai is ebben a házban kapnának elhelyezést, és lennének láthatók. Ehhez a kezdeményezéshez abban a pillanatban, ahogy Bihari Anti kitalálta, abban a pillanatban nagyon sokan csatlakoztak, közöttük ugye Tőkés László, Durai Miklós, Wittner Mária, Béres Józsefék, Halczli József, Posgai Imre, Szűrös Mátyás, Tamás Aladárné, Makovec Imréné, Gyurkovics Sándor, Nagy László, Pécsi El Dániel, a kurátorok, Melokkó Miklós és így tovább, és csak azért mondtam el az ő nevüket, egyrészt mert Anti elárulta, hogy ki mindenkitől kapott már oda olyan tárgyakat, amik beleillenek majd ebbe a házba, máha felépül, vagy meg lesz. Olyan kincsei vannak például, mint Béres Jóska bácsinak a saját kezüleg írt kémiai számításai, aztán Wittner Mária saját készítésű zászlója, az egyik legszebb, Tamás Ilonka néni levele, egy csomó könyv, köztük a Nemzetkönyvtára sorozat, és Nemes Kürti Istvánnak valamennyi kitüntetése, és így tovább. A megálmodott épületet Bihari Antal Esztergomban képzelte el, szólt is a polgármesternek, meg a testületnek. Egyelőre nem nagyon látszik körvonalozódni, hogy melyik épületben lehet ezt majd megcsinálni, pedig azt nem mondom el, hogy hol van, de épületet is kinézett már. Úgyhogy ezúton is arra kérjük a tisztelt testületet és polgármester asszonyt, hogy tegye lehetővé, hogy ez az álom megvalósulhasson. Most pedig megkérem Nemes Kürti Harrietet és Jankovics Marcelt, hogy fáradjanak föl ide a színpadra. Tudnilik, a kuratórium aláírta azt a megállapodást, ami ezeknek a bizonyos kitüntetéseknek, mármint Nemes Kürti tanár úr valamennyi kitüntetésének az átadásának lesz a dokumentuma. Átadom neked a... Kedves Harriet, kedves egybegyűltek, nem fogom felolvasni, mert hosszú a szöveg. Nemes Kürti tanár úrnak, nem véletlenül tanár úrnak, én a tanítványának tartom magam. Még mindig a tanítványának tartom magam. Nagyon sok mindent szerettem volna, szeretnék róla elmesélni. Valószínűleg meg fogom írni a mondjuk ilyen szempontból egyoldalú kapcsolatunkat. Legutolsó ajándékai közé tartozott, hogy engem jelölt ide utódjának. Köszönöm szépen. Kedves Harriet, mondjon valamit. Hát, igen. Hát az egyik, de most hadd térjünk vissza a Kallur Zoltánra, elnézést, hogy de én készültem, és én elhoztam magammal az Új Guzsolya mellett 1973-as kiadását,
leemeltem a könyvespolcomról, itt van nálam, valamint a Baladdák könyvének az 1977-es kiadását, ami viszont már Helikon sajnos nem kritérium. Azzal reményel, hogy aláírás kapok, de hát ez most így jártam. Jó. Igen, ha emelk válaszol, azt hittem, ez egy egyszerűbb megoldás, hogyha elhozom ide. Nagyon sajnálom, mindegy. Na most visszatérve, azt tudom erre mondani, ugye, hogy én Bihari Antallal sokszor beszélek erről a bizonyos emlékszoba ügyről, és csak azt tudom megtámogatni, amit Kondor Katalin is mondott, hogy itt ebben a körben most azért elég sok olyan ember ül, igaz? Igen, akik illetékesek. Már nem elvtársak, de illetékesek. És nagyon jó lenne, hogyha akár még az én életemben ebből lenne valami, megvalósulna. Ígéretekkel tele van a padlás, és szeretném, hogyha nem tűnne el ott a ajtóban. Amikor innen kimegyünk, fogadás jobbról-balról, azután mindenki hazamegy, és azt mondják, hogy jaj, de szép és jaj, de megható, aztán soha többet nem lesz ebből semmi. Úgyhogy én nagyon szeretném, én nagy szeretettel ajánlottam föl a díjakat, de hát természetesen mindenki, akinek hallottam a nevét, vagy a tárgyait, halvány segédfogalmam sincsen annak, hogy mi az akadálya, hogy ez ne jöhessen létre. Segédfogalmam sincs, mert azt hiszem mondani, hogy szép ötlet, jó ötlet, aztán, mint ahogy kis hazánkban enni szokott, nincs belőle semmi. Remélem, hogy most már lesz valami a hangzatos ígéreteken túl. Nem tudok meghatott szavakat mondani, mert nem készültem. Akkor visszaveszem egy pillanatra. Szeretném megköszönni az alapítvány nevében. És ugye nézegettem közben a listát, tényleg több oldalra rúgnak azok a tárgyak, tényleg több oldalra rúgnak. Megígérem, hogyha meghalok, én is ideadom az összes mindenemet. Ha, tessék ezt elfogadni tőlem. Szépen. Minden jót kívánok. Nem tudom öntől, Rétvári Bence úr. Személyesen megszólítom most. És kit kell még személyesen megszólítani? A polgármester asszony nincs itt, hát ez szomorú. A polgármester úr merre van? Ó, és a képviselőtestület hol van? Itt vannak, de nem jelentkeznek, nem állnak föl, mi vagyunk azok. Akkor személy szerint kérem a támogatásukat. Előre is nagyon köszönöm. Kedves közönségünk, a következő percekben egy táncos házaspáré lesz a színpad. Akarom mondani, nem a színpad, hanem a színpad előtti tér. A teret egy kicsit kinőttük, most már mindenki hallhatta és láthatja is. Úgyhogy őróluk azt tudom elmondani, hogy a Timár Sándor vezette Bartók táncegyüttes tagjai voltak, és elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy a környék néptánc oktatása megfelelő színvonalon folyjon, és a táncosokat megfelelő színvonalon neveljék. Fogadják szeretettel Szénási Katalint és Attillát, akiktől, és ez cseppet sem véletlen, nyilván Kalóz Zoltán tiszteletére mezőségi táncokat látunk.
körülöttem ülő férfiak rendkívül irigyelték a pár férfi tagját, például a kondíciója miatt. Kedves közönségünk, összejövetelünk végén néhány olyan örömteli eseményről szeretnék beszámolni, amely valamilyen módon kapcsolódik a Szent István díját adó ünnepséghez. Nos, Magyarország harmadik legrangosabb kitüntetését, a Magyar Becsületrendet vehette át márciusban Tőkés László püspök úr. Nem mellékes egyébként, hogy ebben az elismerésben eddig 3 személy részesült, ebből 2 Szent István díjas. Nemzeti ünnepünk alkalmából állami elismerésben részesült az egyik Szent István emlékérmesünk, Dániel Erzsébet etnográfus. És állam alapításunk ünnepén Bihari Antal is szakmai elismerésben részesült. Engedjék meg, hogy most a díszoklevél szövegének felolvasására megkérjem Pécsiel Dánielt, azt az embert, akiről nagyon sokan tudjuk, hogy ennek a Szent István kitüntetésnek minden oklevelét ő készíti. Tisztelt ünneplő gyülekezet! Ha megengedik, én is egy személyes bevezetőt mondanék. Gyöngyikén keresztül Zoli bácsit nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 1975-ben találkoztam vele Kolozsvárot, kolozsvári lakásában, és elvitt engem Körösfőre és Bánfihunyadra, ahol éppen gyűjtőúton volt. Azon kívül részt vehettem az 50., 60., 70., 80., 85. és 90. születésnapján. Isten éltesse az Zoli bácsit! És felolvasnám, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy barátomnak ezt a kitüntetését én közölhetem önökkel. Magyarország köztársasági elnöke, Bihari Antal okleveles operatőr, rendező, az Esztergomi Körzeti Televízió alapítója és ügyvezetője részére a magyar kultúra minél szélesebb körben történő bemutatása iránti elkötelezett munkája és jeles közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke. Gratulálok! Bihari Antal szerint itt most önök saját magukat tapsolták meg, mert mindenki részese ennek az aranyéremnek, ennek a kitüntetésnek. Úgyhogy köztársasági elnök úr pedig nyilván a Szent István díjra is gondolt, amikor őt kitüntette. Arra kért Antal, hogy én tolmácsoljam az ő köszönetét mindenkinek, akik bíztak az ötletében, ami ugye már 2 évtizeddel ezelőtt keletkezett, és támogatták őt, kiemelve dr. Szekeres Józsefet, a Rosenberg Hungária igazgatóját, akitől a legnagyobb bizalmat és sok tanácsot is kapott az induláskor. Aztán a Magyar Suzuki operatív igazgatójának, Krisztián Robertnek és Ruska Viktóriának is jár a köszönet. Ők most egyébként ünnepségünkkel egy időben Suzuki szalont avatnak valahol, nem tudom, hogy hol. Aztán dr. Szerencsés László, a Novimpex ügyvezető igazgatója is sokat segített, és mivel ő a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is egyben, ebben a minőségben is támogatta Antalt. Miként Hajdárné Molnár Elvira, a PEMÜ Műanyagipari ZRT elnök vezérigazgatója, valamint Horváth Zoltán János volt esztergomi Istvános diák. Az alapító mellé állt Dolgos László vállalkozó, a Szív a Szívért alapítvány gazdája,
És végül, de nem utolsó sorban, és nem véletlenül, ezt mindjárt fogják érzékelni, hála és köszönet Jakab Ferenc mesterszakácsnak, a Padlizsán étterem tulajdonosának, aki most is várja díszvendégeinket és kiemelt támogatóinkat azon a fogadáson, mely itt alattunk a kőtárban lesz az ünnepség után. És elmondom még, hogy Kallós Zoltán saját kézjegyével ellátott emléklapja a bejáratnál kapható, már csak korlátozott példányszámban. Most pedig kérem a fúvózenekar kíséretében énekeljük el a szózatot, majd pedig a székely himnuszt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Thank you.
számomra különösebb is volt ez az ünnepség, hiszen Zoli bácsit képviseltem, és nagyon nehéz volt nekem szólnom, mert több oknál fogva is, mert én mint Zoli bácsi tanítványa sok mindent megtanultam tőle. És egy-egy ilyen díjátadó, amit Zoli bácsival együtt megéltem, az mindig felemelő volt. Zoli bácsi számára pedig a Szent István díj egyben azt is jelenti, hogy nemzetmentő, összetartó erőt is jelent. És hát az egész élete erről szól. Számomra, ami nagyon megható volt, és biztos vagyok benne, hogy ha Zoli bácsi itt lett volna, akkor számára is, az a sok dal, amit úgy a gyerekek, mint a tárogató énekelt, fújt. És hát a mezőségi tánc, ugye, ami szintén hazai földről származik, és Zoli bácsinak köszönhetjük mindezt a kincset. Igazán nehéz szavakat kapni erre, mert annyi ember összegyűlt Zoli bácsi tiszteletére és azok tiszteletére, akiket ma itt felsoroltak, hogy igazán a díjnál is szerintem, tehát díjjal egyenrangú az, hogy annyian eljöttek erre az ünnepségre Zoli bácsi miatt. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Bihari Antal családias meghívására eljöttem, és jó volt, jó érzés volt hallani itt, hogy nem csak a mi személyes barátságunk, hanem a nemzet közösségének a viszonylatában is egy családias együttlét és közösség alakult ki. Itt Esztergomban a Szent István díjátadó ünnepségén örvendek, hogy ahogy a reformátusok mondják, megkonfirmáltak a mai napon ebben a családi hovatartozásomban. Különösképpen alkalmas volt ennek a közösségnek a megerősítésére Kallós Zoltán Szent István díjjal való kitüntetése és díjátadási ünnepsége, hiszen Kallós Zoltán a mi Zoli bácsink. Ő rangrejtve járó nagy ember, akit mindenki úgy szólíthat, mint az Úristent, akit letegezünk. Istenem, téged várunk. Zoli bácsi is ilyen szellemben hívja magához a nemzedékek sorait, és ilyen módon válik tanítójává azoknak a fiataloknak, immár meglett embereknek, mint én is, akik vele kapcsolatba kerültek. A Szent István díj átadása mindig különbözik egy kicsit a többi díj átadó ünnepségtől. Egyrészt maga a Szent István személye, másrészt a díjazottaknak az összmagyarság érdekében végzett tevékenységére, ha gondolunk. Kizárólag ez az a tényező, ami meghatározza a díjnak az átadását. És ahogy idén Kallós Zoltán is a maga népdal gyűjtésével, néptáncok gyűjtésével, a szorvány magyarságért végzett tevékenységével érdemelte ki életműve alapján ezt a díjat, ugyanígy a többi díjazott is a Szent István népéért tett tevékenységért kapja meg. Talán azt emelném még ki, hogy nem csak a díjazottakról, hanem azokról is szól ez a díjátadó, akikért az ő tevékenységük folyik, akikért ők dolgoztak, tehát rólunk is szól, mai magyarokról, hogy hogyan tudjuk ezeket a hagyományokat, értékeket őrizni, és hogy kik azok az emberek, akik a legtöbbet teszik ezért, hogy erre figyelmeztessenek bennünket, és ebben segítsenek. Több mint másfél órán keresztül néztem ezt a képet, ami mögöttem van, és ennek az egész délelőttnek meghatározta ez a benyomás, az, amiben része lehet annak, aki itt leül ezekre a székekre, és e felé, a kép felé fordul.
Ez egy gyönyörű délelőtt azért is, mert Kallós Zoli bácsinak a kitüntetésére jöttünk össze, aki Szent István díjat kapott, amely Szent István díj, mindenki tudja, itt Esztergomban született. Még kicsiny kamaszkoromban nyúlik vissza az, amikor a mezőségi táncházba jártam, Székvárosába át, Boncidán leszálltunk a vonatról, át gyalogoltunk a hegyen. Akkor ott volt többször is Martin Gyurka, áldott legyen az emléke, és a szemem láttára, akkor még nem tudtam, minek vagyok a tanúja, a szemem láttára indult el útjára az egész Magyarországra, majd az egész világra kiterjedő táncház mozgalom. Ez egy páratlan esemény és élmény számomra, és hál' Istennek ez az ünnepség is visszaigazolja azt, amit akkor nem is tudtunk, de amit Istenben értelme volt útjára indítani, mert ő még mindazt a rosszat is javunkra fordítja, amit az életünkben el kell szenvednünk, mondom, a Biblia tanítása szerint, hiszen Zoli bácsi a Securitate árnyékában végezte áldásos munkáját. Röviddel tanítói munkába lépése után 57-ben felszámolták a csángó iskolákat, a magyar nyelv tanítását, a magyar nyelven való oktatást 56 után brutálisan betiltották. És ő ezeket mind túlélte, és soha nem adta fel, hanem mindig tudta, hogy Istenre kell nézni, és előre kell menekülni. És nagyjából ez az én hitvallásom is, anélkül, hogy ebben a kérdésben összebeszéltünk volna. Az ő szülővidékén voltam lelkipásztor. Szolnok-Doboka vármegye, Dézs, Szolnok-Doboka vármegye központja, fővárosa, a hajdani Szolnok-Dobokának, amely már nagymértékben elrománosodott, magába foglalja a mezőséget, a Szamosmente vidékét. Dézsen voltam kezdő lelkész, aztán onnan kitettek a papságból, végigmentem ugyanazokon a viszontagságokon, megpróbáltatásokon, másmilyen módon, amelyeken ő maga is. Magam jártam prédikálni Búzába, Visába, Székre, Válaszútra, és számomra olyan ez tényleg, mintha az én családomban történt volna. Hadd fejezzem be gondolataim sorát egyik lemezének a címével, Idegen földre ne siess. Ez a gyönyörű lemeze jelent meg Zoli bácsinak, aki ráadásul még hiteles énekes művész is. És hát ezzel jellemezhetném az ő életét, hogy amikor a legnehezebb időkben nagyon sokan, magyarság színe java részéről nagyon sokan kivándoroltak, vagy Magyarországra, ahol már jobb volt az élet, jobbak voltak az életkörülmények, vagy elmentek még távolabbi országokba, akkor Zoli bácsi a legnehezebb időkben ott maradt Erdély földjén, és mint aki a keresztjét vállalja, így vállalta a sorsát, és példát mutat ma is számunkra, hogy ne csak sirassuk a szorványosodó magyarságot, hanem cselekedjünk érte, és álljuk meg a helyünket, mert mi nem vagyunk, mert nekünk meg kell őriznünk a szállásterületeinket. Ha pedig ezt nem tesszük, akkor mit sem ér az a gazdag örökség, amelyet pocsékba engedünk, ő ott, a románosodó Szamos mentén, mezőség határán, Válaszúton hozott létre jövőben mutató, példaadó intézményt, mely méltán viseli az ő nevét. Ahogy Zoli bácsira gondoltam, akivel nagyon régi a kapcsolatom, és arra a helyre, ahonnan ő sajnos ma nem tudott ide eljönni, de ahogy itt megszólították őt, valahogy azt éreztem mindvégig,
hogy ma, amikor minket is megszólítanak, megszólítják Európát, megszólítják a magyarságot, akkor az a hely, azon túl, hogy Esztergomba vagyunk, az a hely, ahonnan Kallós Zoltán üzen nekünk, ahol Kallós Zoltán éli a mindennapjait és a Kárpát-medence múltját, örökségét jeleníti meg, gyűjti, magyarázza, értelmezi és kínálgatja nekünk. Ez mind-mind arra döbbent rá bennünket most, ezekben a napokban, hetekben különösképpen, hogy egy útkereszteződésben vagyunk, és ahol ő él, az egy útkereszteződés, a település nevében is bent van ez. Azt hiszem, nekünk egy úton kell tovább menni, és csak akkor tudunk azon az úton tovább menni, ami az élet útja, ha pontosan arra az örökségre gondolunk, ami örökséget Kallós Zoltán gyűjtöget, és amit ő ajándékképpen felkínál nekünk, ez az atyáink öröksége. Ez az örökség az, amire épült az életünk és a jövőnk is. Én ezt szeretném üzenni ennek a mai napnak az élményével a szívemben mindenkinek. Ezt az üzenetet szeretném a lelkére kötni. Nagyon szép és méltó ünnepség volt. Kár, hogy Kallós Zoltán nem tudott eljönni. Én annak idején a 70-es években nagyon sokat jártam ki a feleségemmel Erdélybe, és számos esetben kereszteztük egymás útját a mezőségben és Kalotaszeg környékén. Sajnos most ennél a díjátadásnál már nem lehetett itt a közelmúltban elhunyt 104. életévét betöltött Tamás Ilonka néni, úgyhogy nem volt teljes a kitüntetetti kör, őrá is emlékezünk, de a legfontosabb az, hogy a határon túliakat, így erdélyi felvidéki kiválóságokat is jutalmaznak ezzel a magas kitüntetéssel, tehát a nemzetegységét is szimbolizálja a Szent István díj. Alig pár perce, hogy véget ért ez a felemelő ünnepség itt Esztergomban, a vár lovak termében, amelynek a keretében a Szent István díjban részesült Kallós Zoli bácsi. Előre haladott életkorára való tekintettel sajnos nem tudott közöttünk lenni, de azt hiszem, ha bárkit megállítottam volna innen távozó félben, hazafelé indulva, mindenki azt mondta volna, hogy ő itt volt közöttünk és itt van közöttünk. Úgyhogy nekem is, személy szerint és az általam vezetett kórus egy részének, akikkel itt szerepeltünk, a Ferences Gimnázium fiaiból álló kórusnak is megtiszteltetés volt, hogy részesei lehettünk ennek a mai örömünnepnek. Nem csak azért, mert kiváló, nagy, világhírű személyiségek voltak itt velünk együtt élő közegben, hanem azért is, mert valami olyan töltetet kapott az ember, amit körülbelül ugyanilyet kap meg válaszúton, Zoli bácsival személyesen találkozva, és azokon a négyzetmétereken vendégeskedve, ahova ő mint egy eszencia sűrítette be az általa gyűjtött értékeket. És nem azért sűrítette be, hogy ezeket bezárva valahova, vagy elássa, mint a talentumokat őrizgesse, hanem azért, hogy éltesse ezeket. De szokták mondani, hogy ápolni nem kell, mert nem beteg. Hát szerintem ezt a hagyomány ápolást is lehet úgy érteni, hogy azért még nem betegnek tűnik valaki szemében az a hagyomány. Szóval azt kell mondanom, hogy nehéz is szavakat találni, és örülök, hogy részesei lehetünk ennek a mai napnak. Nagyon örülök, hogy az idei Szent István díjat itt Esztergomban az Zoli bátyám kapta meg. Hozzá személyes élményeim fűznek, nem is akármilyenek. 2009-ben megjelent az én énekeskönyvem Szép Magyar Ének címen, amit elküldtem Zoli bácsinak. Volt benne 4 éneke neki is, ez egy kiadvány, egy könyv. És a kisöreg megjelent nálam az év decemberében, karácsony előtt 2009-ben Budapesten, és hozta a hatalmas irodalmat, amit ő összegyűjtött. Ennyi könyvet, ennyi CD-t. Én akkor kezdtem el igazán megismerni Kallós Zoltán életművét, hallgatva mindazokat a felvételeket, amelyeket hát zömében, a mezőségben végzett, de ő végigkutatta Kalotaszeget, mezőséget, a gyimest, és hát hatalmas életművet tett le az asztalra. Nem véletlen, hogy ez a találkozás inspirált engem arra, hogy tovább folytassam a
az énekeskönyvemet, és a második kötetben már túl van reprezentálva tulajdonképpen az erdélyi gyűjtőmunka, hisz valóban úgy van, hogy Kodály és Bartók mellett ő tette le a magyarságnak az egyik legnagyobb gyűjtőmunkáját, elsősorban az erdélyi területekről. Ezt követően Zoli bácsival minden évben találkoztunk, amikor Csíksomlyóról jöttünk hazafelé, akkor soha nem vétettük el válaszutat. Egy este vele vacsoráztunk és beszélgettünk ezekről a dolgokról, sokszor együtt mulattunk is. Úgyhogy én nagyon sokat köszönhetek Kalocs Zoltánnak is, abban a tekintetben, hogy ismeretem, szeretetem a magyar népzene, népdalok iránt, különös tekintettel a mezőségi népzene és népdalok iránt elmélyülhetett. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, meghívtak, és ismét részt vettem ezen a különleges, mindegyik különleges természetesen. De most a legelső, amit mondanék erről, hogy mennyire aktuális volt néhány mondat, vagy az éneknek a szavai, hogy mennyire kell a magyarságunkat tartani, erősíteni. Sajnos ugye van aktualitása, és hát az lenne jó, ha ez olyan hatással lenne, valószínű, hogy van is az emberekre, akiknek talán eddig nem jutott eszébe valamilyen összefüggés ezzel kapcsolatban, akkor most nagyon átérezhette, mert nagyon szívmelengető volt, és fájdalmas is, annyiban, hogy ugye milyen körülmények között gyűjtötte össze, és egyáltalán, hogy tartotta a lelkébe, szívébe hordozta ugye ezt az egész akarást, elképzelést, és hogy végig tudta vinni. És egy nagyon kis személyes dolgot hagy mondjak ezzel kapcsolatban, hogy fiam Kristóf volt 2 hétig táborban válaszúton a feleségével, és hát egy csoda élmény, amúgy is néptáncol, és hát óriási élmény volt, mesélt is róla, és ennek úgy nagyon örültem most így erre gondolva. Úgyhogy nagyon sok olyan dolgot lehetett megtudni, ugye az ünnep kapcsán elhangzott, amit szintén minden magyar embernek tudni kell, és ennek nagyon-nagyon örültem. Számomra mindig különösen jelentős az, amikor olyan embereket ünnepelhetünk, akik sokat adnak a Magyarországnak, a magyar embereknek, és én azt gondolom, hogy nincs olyan túlzás, nincs sok ebből, tehát nagyon fontos, hogy minél többször, minél több alkalommal, minél szélesebb körben ünnepelni tudjunk, rá tudjunk csodálkozni a magunk értékeire, hiszen nagyon erős és nagyon sokrétű a magyar érték, és ezt minden magyar embernek tudni kell. Ez a Szent István díj átadás ráirányítja a figyelmünket. Én hiszem azt, hogy sokak figyelmét a mi kultúránkra, a mi nagyjainkra, a magunk értékeire, és mi nem lehetünk erősek anélkül, hogy ne tudnánk, hogy mivel rendelkezünk. Nagyon örülök, hogy immáron már sokadik alkalommal léphetek itt föl, és részese lehetek ennek a méltóság teljes ünneplésnek, mert úgy érzem, hogy megfelelőképpen kitüntetést kapnak azok az emberek, akik méltóak rá. Ebben az évben Kallós Zoltán kapta ezt a kitüntetést, és külön öröm számomra az, hogy az ő kedvenc dalával ünnepelhettük ma ezt az eseményt, hiszen az ő gyűjtéseink keresztül nőttem én is fel, az ő gyűjtéseiből tanulva és okulva, és azokat a gondolatokat elsajátítva, amiket ezek az ősi hagyományból merített gondolatok közvetítenek. Nagyon örülök, hogy itt láttam. Köszönöm szépen. Dzień dobry. Nagyon jó napot kívánok! Először vagyunk itt a ünnepséges. Bár a Bihari úr már többször meghívott minket, és nagyon örülök, hogy itt megjelentünk. Bardzo nam się podobały piękne hymny
mert gyönyörű volt az egész ünnepség. Nagyon tetszett nekem a népi ruha bemutató is. Występy związane z folklorem, taniec tych małych dzieci oraz prezentacja stroju ludowego, bardzo szczegółowa.